Sziasztok! Visszatérnek a Star Citizen úti kalauz topposoknak videói, és erre nem is találhattunk volna jobb alkalmat, mint az október 8-án megrendezett CitizenCon. Kezdjük is az első adás összefoglalójával, ami a Pyro rendszer bolygóit mutatja be. Először a Pyro 1-re látogatunk el, aminek jelenleg a játékbeli verzióját láthatjuk. Fontos, hogy a bolygókon még dolgoznak, nem végleges a kinézetük. A Pyro 1-ről azt kell tudni, hogy folyamatosan érik a napkitörések, ehhez már készülnek az effektek, amik fénylő csíkok és területek formájában fognak megjelenni, sajnos ez még nincs kész, így ezt most nem nézhetjük meg, de annál izgalmasabb lesz élőben találkozni velük. A bolygó alapszíne a kék, és ahogy láthatjuk, már a volumetrikus felhők is integrálva vannak, ami sajnos még nem mondható el minden égitestről a Pyro-ban. Most nézzük meg közelebbről az egyik kék területet. Láthatjuk, hogy a felszín kék színe a rengeteg kékszínű kristályból származik. De vannak a felszínen növények is, amiket eredetileg egy küldetéshez készítettek évekkel ezelőtt, azonban a küldetést elkaszálták, így a növényzetet eddig nem használták fel, és most végre megtalálták a helyüket. Most egy másik helyszínt nézzünk meg. Fontosnak tartották, hogy minden bolygónak legyen jellegzetes vonása, a Pyro 1 esetében ez az itt látható ijesztő tüskés sziklaformációkból áll. Most egy újabb területre megyünk, ahol újfajta sziklákat találunk, ezek olyan nagyok lesznek, hogy akár le is szállhatunk majd rájuk a hajóinkkal és sétálgathatunk a tetejükön. Mielőtt átrepülnénk a Pyro 2-re, nézzünk pár további helyszínt a Pyro 1-ről. Egyből feltűnik, hogy a Pyro 2 sokkal színesebb, mint az 1. Barna és csontszínű hegyek, vörös mezők és tiszta kékvízű tavak váltakoznak. Itt még egyenlőre nem működnek a volumetrikus felhők, de a megjelenésre azok is elkészülnek. Először azt mutatták meg, hogy a hegyvidéki talajból hogyan emelkednek ki a kőformációk úgy, hogy az természetesnek tűnjön. Fontos fejlesztés az is, hogy ezek a formák távolabbról kirajzolódnak, mint korábban, a távoli hegyek tetején látott formák valóban ott vannak és úgy is néznek ki, ahogyan látjuk. Az első terület, amit megnézünk, egyszerűnek tűnik, csoportokban megkövesedett fák láthatóak. A cél az volt, hogy nagyon száraznak és halottnak tűnjön a táj, de úgy, hogy közben hátborzongatóan szép is. Más szögből pedig látszik a kontraszt a száraz, halott hely és a mellette húzódó tiszta vízű tó között. Most nézzük meg a bolygó egyik piros foltját, ami olyasmi, mint egy vörös sivatag, de ez hozzáadta különféle geológiai képződményeket, növényeket és bokrokat. A következő helyszínen érdemes figyelni a talajtextúrát, ami rengeteget fejlődött az elmúlt évek alatt. A következő megálló a Pyro 3, aminek egy területét már láthattuk a múlt évi CitizenCon játékmenet videóiban. Aki emlékszik, az tudja, hogy a bolygó főszíne a sárga, ami a felszínt borító moháknak köszönhető. A felszínről láthatjuk, hogy hogyan néz ki a moha, amin sokat dolgoztak, hogy a megfelelő, puhának tűnő kinézetet kapja. A moha szinte teljesen befedi a felszínt. A moha földekről a tengerpartra megyünk, ahol korallszerű képződmények vannak a vízparton. Ezek színe szintén sárga, de csak kismértékben jelennek meg, de ez szép lassan átmegy az előbb látott teljes moha takaróba. Ezután a bolygó vulkanikus részére megyünk, ahol kevésbé sűrű növényzettel találkozhatunk. Ennél a résznél külön kiemelték, hogy mennyire részletesre készítették a növényeket, a virágok, a szárak mind-mind sok munkáról árulkodnak. Mielőtt elhagynánk a bolygót, nézzünk pár további helyszínt. Nem meglepő módon a következő bolygó a Pyro 4, ahol a felhők egyelőre még nem készültek el. A felszín megtervezésénél a skót felföldhöz hasonló tájat akartak létrehozni, ezért nincsenek meredek emelkedők és nincsen sok fa. A felszínen lépkedve látható a sok különféle objektum, amelyek változatos színei hasonlítanak a talaj színpalettájára. Újfajta növényzetek is megjelennek majd a Pyro 4 felszínén, például ezek, amiket most látunk, de lesznek fák is. A fákon látszik, hogy jobb minőségűek, mint azok, amiket Hearthstone-on találunk, ami egyben azt is jelenti, hogy azoknak a fáknak a megjelenését is fel kell majd újítaniuk. Itt láthatjuk, ahogy a különféle területek összeolvadnak, kapcsolódnak egymáshoz, látszik, hogy két különböző tájról van szó, azonban a határuk természetesnek tűnik, az átmenet jól megvan oldva.
Ugorjunk az egyik legérdekesebb területre, ahol az eddigi talán legnagyobb sziklaformációkkal találkozhatunk. Ezek olyan nagyok lesznek, hogy át lehet repülni rajtuk repülővel, és elképzelhető, hogy már az űrből is látni lehet őket. Megnézhetjük őket a talajról is, valóban masszív kődarabokról van szó. A sziklák textúráin még dolgozniuk kell, amiket itt látunk, még nem a végleges megjelenésük. Ezután a Pyro 4 egyik vízpartjára is ellátogatunk, ahol kavicsos, nedves homok várja a turistákat. A bolygónak van még egy érdekessége, egy hatalmas kráter, ami nagyon jól látható az űrből is. Ez több biom magassági térkép alkotja, a volumetrikus felhő pedig teljesen drámaivá teszik a látványt. A kráter belsejét ijesztőre, barátságtalanra tervezték, sötét színekkel és ellenségesnek tűnő fákkal, fekete fűvel. A terv az volt, hogy veszélyesnek tűnjön az egész terület, az ember óvatosan mozogjon, amikor itt tartózkodik. A bolygó után nézzünk rá a rendszer egyik holdjára, a Pyro 5C-re. A Pyro 4-hez hasonlóan itt is van egy hatalmas terület, ami az űrből is látszik, azonban itt nem egy kráterről van szó, hanem egy óriási, hosszú, sima felületű obszidiáról. Menjünk le a felszínre és nézzük meg onnan is, hogy hogyan néz ki ez a táj közelebbről, ami úgy van kialakítva, hogy kívülről egy emelkedőt követően süllyed le a zóna, egy hosszú völgyet alkotva. Az átmenet során a kisebb, kráteres felület hegyes sziklacsúcsokra változik, végül pedig meredek és éles hegygerincek vezetnek le a völgybe. A felszín közvetlen közeléből látszik, hogy a talaj teljesen másképp néz ki, mint a többi égitest esetében, a poros, földes talaj helyett itt egybefüggő, szinte már mesterségesnek tűnő, sima felület van. A felszínen megjelennek különféle obszidián formációk is. Hogy még jobban feldobják ezt a tájat, elhelyeztek kicsi, világos szürke növényeket, amelyeknek sikerült megtelepedniük ilyen zord körülmények között is. A hold többi részén a völgytől nagyon különböző tájakkal találkozhatunk, például ezzel a száraz, homokos felülettel és a hegyes csúcsos sziklákkal. De emellett lesznek kicsit színesebb területek is, például ez a sziklás, vörös homokkal borított táj. A bemutatót a Pyro 6-tal fogjuk zárni, ami rendkívül érdekes színösszeállítást kapott. A bolygót főként sárga és bézs árnyalatok uralják, amelyekkel kontrasztban áll a kék vízfelület. A felületet főként a kráterek alakították, amelynek egy részét megtöltötték az óceánok. Most az egyik kráter szélére utazunk, ahol drámai hatású koralformákkal találkozhatunk. A vízfelület felé haladva van pár lebegő sziklaformáció, ami nem az elvárt viselkedés részükről, ezeken még dolgoznak és ki lesznek javítva. A vízkék színe nagyon szép és különlegesebben a fehér árnyalatú környezetben. A most látható tájnál a szürke az uralkodó szín, ami nappali fénynél látható, de éjszaka ugyanezt a tájat a Pyro rendszer égboltja vörössé változtatja. Ezt a vad, vöröses égboltot láthatjuk majd minden bolygóról a Pyro rendszerben, azonban a Pyro 6 atmoszférája nagyon vékony, ezért innen szinte torzítás nélkül csodálhatjuk majd. Végül nézzünk pár gyönyörű vágóképet a Pyro rendszerből.
Ezzel a Citizen Con első paneljának végére értünk, találkozunk az univerzumban. Zelensky? Good job, Zelensky. Yes, good job, Zelensky.